Na, hát az első témakörünk az rögtön itt a kozmoterápia lenne. Hogy mi is ez a kozmoterápia? Elmondanád nekünk, Szilvi, mert igazából ezt a fogalmat szerintem nagyon sokan nem is értik, nem is hallották még. Egyáltalán mi a kozmoterápia? Én is pár évvel ezelőtt hallottam a kozmoterápiáról és professzor Edmund Székelyről, és azért is beszélgetünk itt, hogy gondolatokat és információt adjunk át, akik erre nyitottak és érdeklődők. A kozmoterápia az egy eszköz, egy spirituális eszköz, ami vissza tudjuk állítani a test lélekszellem szellem harmóniáját, a test egy hármasság. De mielőtt ebbe belemennénk egy picikét, maga a professzornak az életéről egy pár gondolatot érdemesről beszélni, mert egy zseniről beszélünk. 1905-ben született, magyar származású erdélyi családban jött, az ősök között nagyon érdekes maga a családfa. Kolozsvári püspök Székely Sándor unokája, aki költő író, híres, és a családfában megtaláljuk Körösi Csoma Sándort, akiről tudjuk, hogy nagyon nagy kalandor nyelvés és szellemi ember. Ide jött a professzor, ide született bele, és ma gyermekkorában nagyon erős szellemi mintákat kapott, és a tanulmányait is kisgyermekkorától a pionista rendhez kötve végezte el. Gyermekként megtanult nagyon sok ö, olyan nyelvet, ami ősi nyelv, gyerekként latin, görög, későbbiekben arámia nyelv, és más ö, úgymond holt nyelveket is elsajátított. Ezen belül tíz modern nyelvet is beszélt a professzor. A tanulmányait mind kitűnővel végezte és későbbiekben Ferences rend kötelékében, ahol szüzességi fogadalmat és szegénységi fogadalmat tett, annak ellenére, hogy a család nagyon jó módú, földbirtokos család tagjaként létezhetett volna, ezt ő bevállalta azért, hogy a tanulmányait tudja folytatni Olaszországban, ezen belül a Vatikánban, most tudni kell még a professzorról, hogy a tanulmányait és a professzori fokozatait Kolozsváron teológia és pszichológiai professzor, majd később Bécsben, Lipcsében, Párizsban folytatta tanulmányait. Az érdekessége az ő életének a Vatikánban indul el, ahol ő megtalálta valahogy a holtengeri tekercsekről szóló információkat, amit ő fordított le arámiai nyelvről, első izben francia nyelvre. Az első kiadás már több millió példány számban elkelt, ez a béke evangélium. És innentől kezdve a professzor élete nagyon meghatározó és nagyon-nagyon kalandos és érdekes, mert a holtengeri tekercsek annak idején nagyon nagy port kavartak a Vatikán és a történészek között, ez területen a holtengerni találták meg a régészek. A régészek állítják, hogy ez eredeti ö, lelet, a Vatikán pedig az apokrif iratokat, ami Jézushoz, eszénusi szellemiséghez köttetve tagadják, hogy ennek nincs köze az egyházhoz és maga a krisztusi információkhoz. Ö, innentől kezdve a professzornak az élete erről szólt, hogy Ezeket, amit ő lefordított a nyelvről, ő ezeket publikálta és könyvformájában kiadta. Az interneten megtalálhatók a könyvek, kimondottan a táplálkozásról, szellemi minőségekről szól, az emberiségről, a testlélek lélek szellemhármasságáról, maga az emberi testfelépítéséről, a tudomány, bőjt tudomány. Ezen belül az angyalok világ, ami nagyon érdekes információ, le van írva fehéren-feketén. Szóval erről szólnak ezek a fordítások, majd későbbiekben, 1928-ban nagyon jó barátjával, Normandal, aki Nobel-díjas síró, Megalapították a Nemzetközi Biogenetikus Társaságot, ez mai napig létező társaság, ez kimondottan az eszénusra épülő szellemi irányzatokkal foglalkozik, foglalkozik, maga a világ, a Föld, a Teremtésnek az egyensúlya egységéről. Majd későbbiekben a professzor híres lett arról, hogy a kozmoterápiával kezelt embereket annak, tájban, francia gyarmatként, polinész szigetcsoportban lepra tombolt és szedte áldozatait, és ő úgy döntött ő és pár segítőjével az egyház keretein belül, hogy segítik ezeknek az embereknek a megmentését, hogy ne halljanak ki, ez sikeres volt, ez a megmozdulása. Abban az időben nagyon sokat cikkeztek arról, hogy a kozmoterápiás eszközökkel, maga a vegetáriánus étkezéssel, folyadékkal, jogalégzéssel embereket gyógyítottak eredményesen. Ez annak nagyon-nagyon nagy volumene az volt, hogy ez működik. Szalátámasztotta szóval a professzor, hogy ezekkel az ősi bölcsességekkel, és eszközökkel lehet gyógyítani, lehet segíteni. Ezek után első feleségével Új-Mexikóban csináltak egy ökofarmot, ahol ökogazdálkodással foglalkoztak az eszénusi leletek alapján, mindent úgy termesztettek és mindent úgy alkalmaztak, ahogy ott ők ezt találták. Ez a gazdálkodás annyira kinőtte magát, hogy több mint 500 hektáron folytatták a biogazdálkodást. Ami még érdekesség ennek a farmnak, hogy 33 év alatt nagyon sok pacienst fogadtak, betegembereket, és körülbelül tízezer regisztrált, dokumentált esetet dolgoztak fel, ami gyógyulásról szólt, kozmoterápiás eszközökkel gyógyítottak ezen a farmon. És még a professzor életéről egy érdekesség, ugye, hogy szüzességi és szegénységi fogadalmat tett, de azért meg is ah, ott az, volt a feleség. Igen, ott volt az első feleség, és a professzornak az egész világképe és szemlélete, amikor ő lefordította ezeket a tekercseket, nagyon sok mindent megértett az életről, az élet csodájáról, és miért vagyunk itt, és, és mi itt a feladatunk, és át is értékelődött. Későbbiekben megismerte második feleségét, és haláláig másik feleségével élt, akivel már csak a könyveknek a publikációval foglalkoztak és terjesztésével, hogy maga az eszénusi szellemiséget átadják az emberiségnek azt a csodát, amit ő ott megtalált és lefordított. A professzorról tudni kell, hogy nagyon nagy zseni lángelme, és mennyi mindent tett az emberekért és maga a fejlődésért. Szóval az ő egész élete erről szólt, ez nagyon-nagyon picik és a maga a professzor és a munkájának a a csodájáról, hogy mégis ő ki. És maga a kozmoterápia, mint eszköz, az elemek harmóniával foglalkozik, ez egy ősi tudás, maga az indiai filozófia, keleti tanok szintén ezt vették alapul, és érdekes, hogy Paracelsus munkájában szintén megtaláljuk az eszénusi vonalat, ő még tudta ezt az irányzatot, mindenki volt információja, de tudjuk, hogy a történelemben az inkvizíció tett arról, hogy minden tudó embert és minden könyvet elégedtek. Szóval innentől kezdve megszakadt ez a, ez a tudomány, ez a szellemi minőség, hogy hogy tudunk harmóniában, egészségben élni és létezni. A kozmoterápiának milyen hatása van az emberek életére? Tehát úgy értem ezt, hogy a hétköznapi ember is ugyanúgy tudná alkalmazni ezeket a kozmeterápiás módszereket? Nagyon jó, nincs hétköznapi ember, mindenki szellemi ember, mindenki test, lélek, szellem, ez egy hármasság. Azért beszélünk a kozmoterápiáról, mert ez egy működő eszköz. Szóval ha valaki beteg, akkor ezekkel az eszközökkel, maga a vegetáriánus étkezéssel, a légzéssel, maga meditációval tudja önmagát meggyógyítani, és ez lenne a feladat, hogy minden ember önmagát Kezdjél kezelni és megfigyelni a testét, a működését, a ciklusokat és ritmusokat. Szóval minden ember ezt tudja alkalmazni, hogy ezzel foglalkozik. Az, hogy ez a kozmoterápia egyáltalán létezik, ez a például a te életedben hogy köszönt be? Ő gyorsan. <gül> <gül> Nagyon kedves ismerősöntől hallottam maga a kozmoterápiáról, könyvekről, professzor Edmund Székelyről internetvilágában vagyunk, azonnal elkezdtem kutatni, olvasni, minden könyvét szépen elolvastam, elmélkedtem rajta, kipróbáltam, működik, működik, és most már ugye 7 éve praktizálok, mint terapeuta, szellemi segítő, és az embereken ezeket alkalmazom, akik megkeresnek, és működik. Én a hagyományos táplálkozásban hiszek mondjuk úgy, hogy mindent mértékkel és harmonikusan az ősi bölcsességet kellene követnünk, de a kozmoterápiát akkor alkalmazom magamon, vagy egy olyan emberen, akinek szüksége van rá, aki már beteg, szóval felborult a testben az egyensúly. Tehát ez nem megelőzés módszere, hanem egy, egy javítás, egy gyógyulási folyamat része a kozmoterápia? Nagyon sok irányzat van a világunkban, mindenki eldönti szabad akaratából, hogy melyik szimpatikus neki, kipróbálja, alkalmazza. Viszont az lenne a titok szerintem, hogy minden ember egyedi, és minden embernek meg kéne tanulnia a saját magára hangolódni, hogy neki mi a jó. Szóval megfigyelni a táplálkozásunkat, az emésztésünket, mi esik jól, mi nem esik jól. Ugye a gyerekeknél látjuk ezt nagyon egyszerűen, hogy a test jelez, hogy mit kíván vagy pedig az áldott állapotban lévő édesanyáknál, hogy olyan ételeket kíván, amit egyébként nem szokott fogyasztani. Szóval a titok az lenne, hogy a kozmoterápiát akkor alkalmazni, amikor baj van, vagy pedig, ami nekem bevált módszerem, hogy tavasszal, ősszel a testet méregteleníteni. Ez lenne az egészségnek az alapja, és maga a megelőzés is. Tehát egy megújulási folyamat Ugye ez a tavaszi, őszi nagy takarítás, mint ahogy otthon a lakást kitakarítjuk, így a szervezetnek is szüksége van erre. Minden évben ismétlődőnek kéne ennek lenni, vagy elég, hogyha most azt mondjuk, hogy na jó, ezt én most megcsináltam, aztán majd egyszer van, amikor. Minden évben. Szóval testünket használjuk, hat ránk a világ, fel van minden gyorsulva. Száz évvel ezelőtt nem volt ennyi vegyi anyag, ennyi kipufogó, ennyi repülő, ennyi permetszer, szóval minden változik a világunkban, nincs olyan nap alatt, szóval kívülről is nagyon sok olyan anyag hat a fizikai testünkre, amiket gyűjtő néven toxinoknak nevezünk, nehéz fémek, a kipufogó vegyszerek, génmanipulált termékek, szóval ezek vannak, és hogyha nem figyelünk oda, akkor ezeket bevisszük a testünkbe. Azt mondja a táplálkozás tudomány, hogy az vagy, amit megeszel és ez a mi felelősségünk. A másik mére, két típusú mérek van, ami hat a testünkre és a fizikai minőségünkre, a másik mérő a lelki méreg, amit naponta gyűjtünk. Harag, stressz, feszültség, irítség, féltékenység, aggódás, szorongás, ezek mind nagyon-nagyon romboló energiák, amiket mi teremtünk belül, mert félünk, aggódunk, vagy pedig kívülről is kapjuk, ez a két méreg típus már sokat a testünknek, és nem tudja a test ezt feldolgozni, úgyhogy igen, aki szeretne egészségesen létezni, és fontos neki, hogy milyen minőségben létezik, az tavasz először tisztít. Az, hogy a kozmoterápia, azt mondtad, hogy ez egy ősi tudomány, igen, ám csak nagyon sokat változott az életünk, a körülöttünk lévő világpont, amiről te beszéltél, hogy ezek olyan alapigasságokat Hol olyan alapigasságokat hordoz a kozmoterápia magában, ami örökérvényű, vagy pedig ez is alakul? A szellemi törvények örökérvényűek, még itt vagyunk a Föld nevű bolygón, fizikai testben, ezek hatnak ránk, ez nem hit kérdése, akarom kérdése, ez nem kívánság műsor. Ha nem is hiszünk benne, akkor is hatnak ránk ezek a energiák, vegyszerek, levegőn keresztül, ezekre az orvosaink is tudják, hogy a testünk ezekkel telítődik. Szóval elmegyünk vérvételre, vizsgálatokra, akkor ezeket ki lehet mutatni orvosi eszközökkel is. Ezek ősi bölcsességek, és ha az őseinknek működött, akkor nekünk is működik. Csak csinálni kell. Hát akkor itt a feladat, csinálni kell. Igen, egészség. Köszönöm. Ennyi.